Hív Lordsburget. Hallod? Hányan vannak? 9. Útlevél. Hamis, de szép munka. Utána megyünk? Nem hiszem, hogy 12 óránál több előnye van. Miféle állat képes ilyesmire? Maradj itt, megnézem, hol vagyunk. Cuba Gooding Jr., Bognár Tamás. A határon. További magyar hangok. Kisfalusi Lehel. Szalai Csongor. Faragó András. Stern Dániel, Tokai Csaba. Sallai Nóra. Zene Jeff McIlvain. Négy, kettő, egy. Itt vagyok már. Kerüld meg a dombot és vegyél fel a vízmosásnál. Értettem, indulok. Fényképezte Paul M. Summers. Írta David W. Warfield. Rendezte Kevin Bray. Sokáig volt itt? Volt étele, itala. Több, mint amit ott hagyott. Akkor mozogjunk.
Gyors volt a fickó! Halott emberek. Meg gyerekek. És mindez miért? Csak jobb életet akartak, hogy úgy élhessenek, ahogy mi. Én is azt mondom, hogy tegyük össze a kezünket. Sophia utálja, ha ezt mondom. Neki ez azt jelenti, hogy örökre itt rekedünk, törődjünk vele. Mire vágyik? Párizsra? Tudod, mit csinált a múltkor? Öltönyt vett Csejónak. Érted? Hová fog menni öltönyben? Az első két év a legnehezebb. Egész héten ugyanabban a mackóban jár, még hajat sem mos. Vegyél virágot. Itt fordulj jobbra. Beszélni akarok valakivel. Ezt nézd! A francba! Állj! Hey! Nem csináltam semmit, Dixon! Állj! Állj meg azonnal! Hargasz! Hargasz! Férj a bőrödbe, Dixon! Fegyvere van! Állj! Hé, Dixon! Fegyver van nála! Azt mondtam, hogy állj! Vargas! Vigyázz, Luis! Állítsd le! Hallottad? Állítsd le a fazon! Mindjárt elkapom! Vargas! Rátámadtál egy egyenruhásra. A fegyvere van. Vissza! Gyerünk ide! Semmit sem csináltam! Te mindig szart keversz. Azokat az útleveleket. Kinek adod el? Micsodát? Az útleveleket a dobozban. Kinek árulod? Nem tudom, mit beszélsz, főnök. A halott kislány biztosan egész mást mondana. Nem. Én nem. Dixon, öregem, te ismersz engem. Ha nem beszélsz az útlevelekről, ülni fogsz a kislány és a nyolc másik miatt. Nem vagyok gyilkos! Kinek adod el az útleveleket? Nem tudom, valami új fazonnak. Hogy néz ki? Sötétbőrű, sötéthajú, nem túl magas. Hol találjuk? Nem tudom, megmondanám, ha... Esküszöm! Ne rinyálj, mint egy szajha.
Hol találjuk meg? Nem tudom, öreg, esküszöm. Ha rájövök, hogy hazudtál, visszajövök. Mi a fenét csinálsz itt, Mike? Régen áthelyeztethetted volna magad. Hova? A franc tudja. Civil helyre. Nincs sok kapcsolatom a külvilággal. Kezdem érzékelni, Mike. A következő völgyben talán elé kerülhetünk, vagy legalább a nyomára jutunk. Szerinted az út vagy a határ felé ment? Végig kelet felé tartott. Akkor hülye. Vagy hulla. Ott vannak a munkatáborok. A bádogváros? Úgy tűnik egyenesen arra felé. Úgy néz ki, hogy valaki sietett. Beszélnem kell vele. Bízz csak rám. Jó. Dobd el! Itt a 4-2-1 segítséget kérek! Meglőttek egy tisztet, ismétlem, meglőttek egy tisztet! Maradj! Fiam! Fiam! Kért ballisztikai szakvéleményt. Rendben.
Nem semmi volt, Mike. Figyelmeztető lövés? Egy egész tárral. Felszólítottad őket? Meglőtték a társamat. Ki lépett meg? Senki. A trailer melletti nyomok az északra vivő útig vezetnek. Akkor léptek meg, mielőtt ideértünk. Egész biztos. Mit akarsz tőlem, Warren? Semmit sem. Világos? Igen. Menj haza Angelához. Szia! Azt álmodtam, hogy kutyák szaladgálnak a ház körül. Milyen kutyák? Beszélő kutyák. Most már aludj szépen, én majd elkergetem őket, jó? Szia. Szia. Hogy van? Nem jól. A helyedben nem tudom, hogy mit tennék. 6 év alatt egyszer se lőttek rá. Elég egyszer is. Egyáltalán emlékszel még rá? Mike Dixon. Mike a veszett kutya. Azt mondod, ő volt? Egész biztosan ő volt az. Nyugodj meg. Tudod, mi a helyzet? Tudom, hogy néz ki. 100%, hogy ő volt. A te embered volt, most jelvénye van. Ha nem ő volt, akkor az ikertestvére futkározik a határon. Előttem át, le is lőhettem volna. De az történt, hogy ő őrtelen mind a kettőt. Mind a kettőt? Mit akarsz csinálni? Mondd el, hogy mit akarsz tenni. Maradj, ahol vagy. Egy kis körútra megyünk. Fogd be a pofádat, néged. Pofa, érted? Kérlek. Nem értetted? Papa. Papa.
Papa! Halló? Halló? Buscando uma granny. Aquí, a mí, ir a mí, con su madre. Ir a pinche gringo, a mí no te metas conmigo, papá, comparto tu raga. Remélem, a gyerekek ügye rendben lesz. Nézd ezt a kuplerájt. Simon! Hogy vagy, Mike? Ki tette ezt? A patrióták benzinnel. Megsérült valaki? Az egyik srác itt aludt. Szerencsére kijutott. Egy préri farkast keresek, aki egy teherautót vitt át a kocsit a völgyön. Igen. Hallottad? Mhm. Bárcsak segíthetnék, de én se tudok többet. Az embereit se láttak vagy hallottak? Semmi rendkívülit? Valamit rebesgettek a repódepóról. A lakókocsi parkról? Csak ennyit tudok. Kösz. Sok sikert, Michael! Isten áldjon, Simon! Nem akarok problémát. Nem, uram, semmi baj. Úgy tűnik, hogy valaki behatol. Dehogy, szó sincs róla. 4-2-1 jelentkezz, Michael, jelentkezz. Várjon. 4-2-1, mesélj. Michael, Spencer és az emberei elfogtak néhány határsértőt a 9-estől keletre. Arra felé jársz? Már is megyek. 4-2-1, vége. Bocsánat a zavarásért. És kösz az együttműködést. Igen, uram. Szívesen. Szép napot, tiszt úr. Ki a préri farkas? Melyik őtök? Ki hozott ide? Hé! Hey, mi ez? Nem tudod? Nem tudod. Hé! Hey. A földre! Abajo, no se mueven! Spence! A francba. Mostantól játszunk a szabályok szerint. A francba. Lehet, hogy ők a felelősek a tűzért a templomnál. Mivel maguk határsértők? Őrizetbe kerülnek, míg az Egyesült Államok határőrei megérkeznek. 3-2-5-4. Jó napot! Ron Spencer, polgári határvédelem. 7 határsértőt találtunk. A frászt hozza rájuk. Az állampolgárok jogait védjük. Ne fogjanak rájuk fegyvert. Azonnal tegyék el a puskát. Hallották? Una camioneta viene. Hay alguien que está lastimado? Está lastimado. Y tú? Tú? ¿Está lastimado?
Busco un coyote. Que dejo le personas por molestas. Esto pasó hace 3 días. Pero puede ser el mismo coyote. Milyen coyote volt a neve? Miguel. Hagyta minket Hanosban, Chihuahuában. Igazad beszélsz? Nem tud-e semmit. Ha tudná, sem mondaná el. Nem ugyanaz az ember. Volt Hanosban egész héten. Este hombre tabredo. No es placa. Este hombre tabredo. Está seguro? Ezek illegális állatok. Nem tartoznak ide. Kapd el! Hey! Hey! Gyerek, Jakold! Fegyvert eldobni! Mi csinál? Fegyvert letenni! Miért ránk tartja? Tegyék le azonnal! Mi baja van velünk, ember? Miért? Elment az esze? A szabad időnkben vagyunk itt. Hogy elkapjuk a kutyákat. Forduljon meg és tegye a kezét a fejére. Komolyan beszél? Hallotta? Baromság. Ez a szórakozása, ember? Gyerünk a földre. Megőrült! Fogja be és gyerünk a földre! Tova be! Ezt még megbánja. Hallotta? Rájövünk, hogy hol lakik. Igen? Akkor visszajövök és sült csirke lesz magából. A szentségi! Kús legyen! Csak figyelj oda, nem nehéz, és tedd a nagy tigris fülébe. Tedd bele szépen. Semmi baj, ne aggódjon. Szia, angyalkám. Feltartották a papát. Jaj, ne sír, gyere ide hozzám. Figyelj csak, soha nem feledkeznék meg rólad. Milyen napod volt? Jól van, kapcsold be az övet. Mit tanultatok ma? Hogy hogy törjük el valaki karját? Az jól jön a játszótéren. Hé, akarsz egy kis mulatságot? Rendben, már is kezdődik. Tetszik, ugye? Kapaszkodj! Mindjárt megáll a papa, figyelj csak! Rögtön jövök! Azt hiszem, hogy jobb lesz Emilynek. Angela küszködik. A család Washingtonban él. De hát minden jobb, mint délnyugaton lenni. Ne hibáztasd magad Louis miatt. Nem hibáztatom magam. Nem én lőttem rá. Régóta vagyunk együtt.
Téged előléptettek. Pihenned kellene, Mike. Helyezzetek át, Warren. Hagyd ezt abba! Bocsáss meg. Milyen napod volt? Nem akarsz elköltözni? Minden nap. De nem tehetem meg a férjemmel. Biztos nagyon rendes fickó. Tűrhető. Csak olyan mogorva. Igen, mondhatnám, hogy harapós. Imád eltűnni a sivatagban a világ szem elől. Magányosnak érzed magad? Imád odakint lenni is. Szeret téged? Mindig azt mondja. Ha akarod, költözzünk el. Ha maradni akarsz, maradunk. Arra nem vagyok kíváncsi. Húzz egy nadrágot. Nem gondoltam volna, hogy leskelődsz. Veszett kutya. Annak már vége van. Ha ez így van, akkor nem fogsz fegyvert a ház vendégére, igaz? Egész megszelidültél. Alkalmazkodnunk kell. Miért nem kopogtál? Csak nyugodtan. Itt van Cook, Stokes, és a vírei kölyök is itt van. Lonnie. De ne aggódj. Nem tudja. Csendben leszünk, nehogy felébresszük a kis Emilyt. Mit csinálsz? Menj gyorsan Emily szobájába. Miért? Mi történt? Ne kérdezd! Mind itt vagytok. Veszett kutya. A templomból jöttök? Munkaruhában, öregem. Mi ez? Inkább déli banda módra. Dereng még? Hát persze. Déli banda. Emlékszik rá. A pokolnak heroinra meg fegyverre. Tudod, hogy így van. Emlékszel? Hey, Cook. Mázlid van, hogy üres volt a táram, ugye tudod? Komolyan mondod? Mázlid van, hogy felismertelek, mert az enyém tele volt. Mindig mellélősz, úgy emlékszem. Viccelsz velem. Szétlőttem volna a fejét, mint egy... Szervusz, Michael bácsi. Szia, Lonnie. Hogy vagy? Jól megnőttél. Eltelt az idő. Bizony. Én is bandatag vagyok, mint a veszett kutya. Hamarosan átveszi az apja helyét. De még nem nőtt fel a bandához. Már nem kell sok. Hamarosan felnősz hozzá. Ideje munkához látni, fiam. Michael. Menj vissza az ágyba. Csak egy percet kérek. Futás az ágyba, te cafat.
A veszett kutya még ma is veszett. De gyertek, ígyunk valamit. Jó, menjünk inni valamit. Gyere, Kimo. Üzletelés. Ingatlanok. Ugyanaz a mocsok más ruhában. De te ezt már úgy is tudod, nem igaz? Ha már itt tartunk, kérsz cukrot? A francba. Nem dobtam el a sivatagban. Loptál egy büntény helyszínéről. Nem szabályellenes? Testvérek vagyunk, öreg. Az is szabályellenes, hogy itt vagyok. Aha. Mesélj, Kimo. A mexikóiakat, akiket megöltél, én béreltem fel. Hogy vigyenek át kocsikat a határon? Két napon belül jön egy szállítmány, és rossz oldalon vannak. Néhány nagy fiú várja őket nagy puskákkal. Az nem jó. Dehogy nem. Kiderült, hogy vannak barátaim a megfelelő helyen. Igazán? Tudod, hogy mi a te bajod? Elkezdtél futni, és csak rohansz, meg rohansz. Most is rohansz. De semmi gond. Adok neked esélyt, hogy felnőj. És még pénzt is kereshetsz. Ha azután is ki akarsz maradni, akkor úgy legyen. Nem tudom, Kimo. Egyre kényesebb az ügy. Nem vihetsz át egy kocsit El Pasónál. Szétszedik. Ugyan a mexikóiak szerint a pénz mindent eltűnt. Mexikóiak? Jól átvertek téged. Mázlit, hogy lelőttem őket. Millió tonna szám hozzák be ezt a cuccot minden évben. Miért ne tennék? Mert nem a ti világotok. A te világod. Úgyhogy segíteni fogsz nekünk, veszett kutya. Nem tehetem. Loni! Tessék! Lőd le a kölyköt. De miért lőném le a kölyköt? A héten le kell lőnöd valakit. Menj föl! Gyerünk, kisfiú! Nem lett volna olyan nehéz. Megtettem volna. Mi történt, Michael? Segítenem kell nekik. Micsodában? Gengszterek! Ezekről a barátokról beszéltél? Mami! Fogd a pisztolyt, és rejtsd el, kérlek. Én folyton ezeken az utakon járok minden nap. Keresztül megy rajta egy száraz folyómeder egy szűk kanyonban. Látom. Természetes útvesztő. Itt jó meredek. Nehéz kocsival megközelíteni. És gyalog nem lehet odajutni. Láthatatlanok leszünk. Ha nem egy helikopterből nézed, semmit nem lehet látni. Meg lehet változtatni a helyet? Beszélek valakivel, de szerintem menni fog. El kell rendezned feltétlenül. Az őrjáratot én intézem. Holnap utánra minden rendben lesz. Mit csinálsz?
Jobb, ha nem tudsz semmit. Nem tart sokáig. Maradjunk magunkra itt ezekkel? Nincs más választásom. Rendbe kell hoznod, Michael. Mit tudsz a hüllőkről? Mindenütt ott vannak. Nagyon sokféle hüllő van. Rengetegféle kígyó létezik. Nagyon sokféle gyík. Mindenféle, amit csak el tudsz képzelni. Hé, te kislány! Isten teremtményei. Láttam, hogy kukucskálsz. Mit lestél? Semmit. Semmit. De igen, engem lestél, nem igaz? Nem haragszom. Jó képű vagyok, igaz? Én nem. Nem buta lány? Igen, okos kölyök. Kérsz cukrot? Ez volt a papád kedvenc édessége. Arany, igazi arany van a belsejében, érted? Köszönöm. Szívesen. Veszett kutya lánya. Menj a mamához, Emily. Jól vagy? Kérdés, hogy te jól vagy-e? Határőr. Lonnie, itt marad veled, hogy ne legyél egyedül. Cook és Stokes szintén. Legyetek nyugodtak, megvárunk. Nem igaz? De, oké. Gyerünk. A családomat hagyjátok békén, világos. Mike, egy család vagyunk. Tudod, hogy milyen Kimó? Azt hittem, kinőtted magad, Cook. Ki mondta, hogy nem? Csak nem szeretem, mikor nagy a stressz körülöttem, érted? Ezt a parádét neked kéne vezetned. Ki mondta, hogy nem így van, Nigger? Azt hittem, már nincs ilyen szó. Szia, Mike! Hogy vagy, Frank? Meg vagyok. Nem tudsz valamit Louisról? Nem. Maradjatok ki az űrből. Felépül, mert kemény fickó, nem? Igen, hamarosan visszajön. 6 éves a gyereke, szegényke. Szia, Mike. Az utakat nézem. Gyere, beszélnem kell veled. Komolyan mondtam, hogy pihenned kéne. Nem tehetem, Warren. Nem csak rajtad múlik, Mike. A ballisztika semmire sem megy a DeSanto üggyel. 4 féle hüvely van, vagyis 4 lövöldöző. Kiveszlek a szolgálatból, amíg ez nem tisztázódik. Megtalálom a préri farkast. Lehet, hogy DeSanto sosem látja többé a fiát. Bármit tehetsz a szabad idődben, de ne feledd, hogy mi a dolgod. Értem. Kimó, Virey és Veszett kutya voltak a banda vezérek. Köszönöm. Az apád barátai voltak? Az apám Virey volt. Roger Brooks. Én Lonnie Brooks vagyok, és kölyöknek hívnak. És mi történt az apáddal? Lelőtte egy őr egy rablásnál. Meg akarta menteni Veszett kutyát. 2 le is szedett. És melyikük a Veszett kutya? Hogy a csába, nem tudod? Beszélj rendesen. Bocsánat, azt hittem, tudod, hogy a Veszett kutya Mike bácsi. A férjed, Michael. Ezen nem lehet játszani. Szerinted Lonnie hasonlít Vireire? Legalább 10 évvel nem láttam, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy Virey ma milyen lenne. Talán a Veszett kutyára hasonlít.
Szerintem hasonlít a hercegre. Igen, nem viccelek. Veszett kutya megdugta a csajt. Ugyan, ki ledugta volna meg, öregem? Igazad van. Dana. És hol van az anyád? Az anyám túladagolta magát, mikor én... De nem panaszkodom. Kimó a családom. Gondoskodik rólam. Képzelem. Ideális lehet egy ilyen akasztófa virág. Nem vagyunk akasztófa virágok, mi profik vagyunk. Mi? Addig nem vagy bandatag, amíg azt nem mondjuk, hogy az vagy. Most pedig menj ki és játssz el a kis porontyal. Mehetek, mami? Igen, menj csak. Kik ezek? A rokonaid? Add ide. Csak megnézze. Várj egy kicsit. Az apád meg az anyád? Seattle-ből jöttek? Szórakozol? Semmi kifogásom. Szólhattál volna, hogy azt akarod. De megkaphatod. Na. Minek az ozású? Igen! Öreg! Kállj be, tesó! Kállj fel a földről! Fogd be! Mi baj? Add ide azt az ásót! Menj be a házba! Ez megőrült! Menj be a házba! Szia, Emily! Mi bajod? Jól vagy, kisparadj? Ki volt az Enterprise csillaghajó első tisztje? Spock. Hogy mondják spanyolul, hogy fekete? Az te vagy. Negro. Az újságokban ragadt rád ez a sok minden? Igyekszem, öreg. Mi volt Elvis Presley középső neve? Aaron Ével. Na hát. Mindent elolvasok, neked se ártana. Hé, mi ez? Ellenőrző pontok. Akárhol belefuthatunk. Ezért kell kerülő úton mennünk. Gyere, segíts nekem. Angela beszélt az anyádról. Á, a drogosok meghalnak. Ne is foglalkozz vele. Hé, ne beszélj így az anyádról. Nem is érdemes az anyámról beszélni. De az apám hős volt. Aki úgy bánt az anyáddal, ahogy vírei, az nem volt hős. Hidd el. Mi bajod van? Az apám megmentett. Meghalt, érted? Nem értem, hogy miért beszélsz így róla. Vannak sztorik, és van az igazság. Ja, igen, az kúk volt. Nem történt semmi, csak annyi, hogy... Várj, öreg, várj egy kicsit, hallod? Biztos nagyon unatkoznak errefelé. Kártya meg, társasjáték. Mike, várjuk. Hé, öreg, állj le! Hagyd abba, öreg! Megőrültél, te barom! Nyugalom, haver! Megöllek! Senki sem jut az asszonyhoz. A haja szála se görbült meg. Nyugalom! Mint a régi szép időkben. Holnap nagy nap lesz, veszett kutya. Aludjatok egyet a Lady-vel együtt. Betöltál, mint a vén trottya repódepóban. Kús! Holnap, ha elmentünk, vidd el Emilyt Las Cruces-be. Vegyél két szobát és maradj ott, míg nem szólok. Nagyon félek, Michael. Nem hagyom, hogy bármi történjen veletek. Attól félek, hogy nem ismerlek. Thank you.
Te kövess engem! Egy kocsival megyünk. Miért? Te, én, Stokes, Cook, Lonnie. Kettő maradt. Nem ez volt a terv. Ez volt, de nem mondtam neked. Nem hagyjuk magára azt a két gyönyörű lányt. Meg kell óvni őket. Gyerünk! Stokes, én vezetek. A te világod. Miért megyünk keletre? Kerülő úton megyünk, nehogy belefussunk az ellenőrző pontokba. Honnan tudod? Tisztáztad az időpontot? 4:30, ahogy mondtam. 5:00 jön az őrjárat. Igyekeznünk kell. Mint egy gyors pisi az iskolai budiban. Mikor jártál suliban? Le se tudod írni, hogy iskola. Kap be! A szed vicces vagy. Vannak monitorgyíkok. Átlátszó gyíkok. Mellágóan. Nagyon. Van az úgynevezett lapos gyík. Na, az miért nem olyan... voltál a WC, mielőtt elindult? Mike bácsi! Figyelj! Ha visszamegyünk elébe, megkeressük a fazont, aki lelőtte az apámat. Ugye érted? Úgy fogjuk levadászni, ahogy te meg az apám szoktátok csinálni annak idején, érted? Tudod, Mike bácsi azt hiszi, hogy amiről nem beszélünk, az nem is történt meg. Mi nem történt meg? Milyen volt az az öreg őr? Megtaláljuk a fickót és elkapjuk, ahogy vérétette. Bum, 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 bum! Érted? Jobb, ha nem beszélsz. Szállj be a kocsiba. Csak egy végszaros volt, Mike bácsi. Valaki lelőtte? 4-2-1, 4-2-1. Lima 5-2. 4-2-1, mondd, Lima. Itt van, Warren. Értettem. Mike, most jövök a kórházból. Louis kijött a kómából. Emlékszik, hogy mi történt a Garza trailernél. Hogy érzi magát? Egész jól. Azt mondja, hogy ott volt egy harmadik is, egy fekete fazon. 175 magas szürkés barna öltöny. Maradj már! Dél felé futott el. Tényleg? Kerestünk a mobilon. Merre vagy, Mike? A kocsit a völgyben. Azonnal gyere be az őrsre, ez parancs. Megyek, amint tudok. Kikapcsolok. Figyelj, Kó! Ha egy gilagyík üldözőbe vesz, amíg itt vagyunk, akkor ugorj félre, ha jót akarsz. Az egy hilagyík. Hila. Hila? G-vel kezdődik, úgy tudom. De a G néma. Maradj zsendben, nem H-egység, hanem G-egység. Ugye érted? Ha egy gilagyík üldöz, ugorj félre, mert nem tud megfordulni. Valószínűleg nem öl meg, de a komodó sárkány az megeszi a gyíkot. Fogja be! Stokes! Mi van? A kaméleon egy gyík, ugye? Persze, hogy egy gyík. Profi hüllőszakértő. Reptológus. Nagyon viccesek vagytok.
Hű, jó hosszú út. Ja. Túl nagy a súly ezen az oldalon. Ülj vissza a seggedre. Csak látni akarom, hogy hol vagyok. Ülj vissza, nem hallod? Miért feszeksz el a kölyökkel? Hová visz minket? Kimó, hová megyünk? Hol a francban vagyunk? Hagyjuk a rákba, inkább kiszállok. Asztal. Vigyázz, Mike! Kimó, mitől vagy beszarva? Mike bácsi minden nap erre jár. Tudod mit, álljunk meg, állj! Felbosszantottad. Mi van, Kimó? Lonnie. Kész vagy? Igen, persze. Hogy felnőtt legyen, aha. Teljes jogú déli bandatag leszel. A kölyök végre felnőtté válik. Rajta! Gyerünk! Hé, kukukukukuk, még nem tartunk ott. Teljes jogú déli bandatag lesz belőle. Ez egy a féle régi próba lesz. Gyerünk, vigyázz, hová lépsz. Veszélyes lehet. Veszed, kutya? Emlékszel a méhecske csapatra? A parkolóházban, emlékszel? Azt a sztorit neked is csak úgy elmeséltük. Én pedig megértettem. A legfittebb a túlélő. Igen, végig kellett sétálni a szakadék szélén. Ha sikerül, nyertél. Ha leestél, pech. Sehová se tartoztam. Nagyon vicces, Kimó, de én erre nem emlékszem. Hallgass, határőr. A francba. Mike bácsi, tégy egy szívességet. Állj oda. Menj oda. És most mi lesz? Mozogj. Fogd be, amíg nem mondom, hogy beszélhetsz. Annyit kell tenned, hogy elsétálsz. Mike bácsihoz. Ez a feladat. Innen? Odáig. Ne. Ez nagyon tetszik nekem. Férfi módjára. Hiszen férfi vagyok. Mondtam, hogy fogd be a szád. A francba. Remélem, nem félsz a sötétben. Há, igaz? Menj! Mindenki hallgasson! A francba! Nem tudom, hol van a széle! Mike bácsi! Itt vagyok, Lonnie. Fogd be a szád, Mike! Igyekezz, öreg! Ray Charles is hamarabb odaért volna. Stokes! Dobáljuk meg! Ti, mi a francot csináltok? Ez nem fáj, nem volt erős dobás. Mi a francot csináltok? Mozgás, fiatyám, lemegy a nap! Gyerünk, te balfék! Igyekezz, meleg van itt! Ne erényel, inkább mozog! Muszáj ezt csinálni! Ez durva volt. Hé, ne csináljátok ezt vele! Ez nem fájt! Csak még egy lépés! Hé, Mike! A francba! Ne csináljátok, hagyjátok abba! Hé! Soha többé ne lövi felé. Nem lesz rá szükség. Ettől a jelvétől szuper hatalmad van, ezt meg kell hagyni. Megértél? Mit nyomajogtál? Köszönöm.
Köszönöm, hogy... Nem látok semmit! A kis kölyökből katona lett! Lima 5-2! Lima 5-2! Itt a határvédelem, jelentkezd! Itt Lima 5-2! Mit keresel ezen a csatornán, Spencer? Tudom, de lövéseket hallottunk a piramishágó felől, és láttam egy kék terepjárót, ami arra felé haladt. Szabadnaposak vagytok, vagy mi van? Vettem, valakit oda küldünk. Igazán? Vettük! Lefektetem őt aludni. Nem akarok aludni. Figyeld őket. Oké. Jó kislány vagy. Játszunk. Rendben? Oké. Csináljunk úgy, hogy ez a titkos szobánk. És nem beszélgethetünk. Mi csinálunk? A mindenit. Korán érkeztünk. Nem baj. Jobb, ha mi várunk rájuk, mint ha ők várnak ránk. Rohadt meleg van. Nem bízom a szemét kis gyíkokban. Önts egy kis benzint a tankba. Tudod, mit csinálnak, ha megölnek valakit? Mit? Jelzőoszlopra rakják. Az út mellé teszik. Figyelmeztetésül miféle szemétség ez? Ne gyere ide! 4-2-1, 4-2-1! Hol vannak a mexikóiak? Véget keresnek, Mike. 4-2-1, hallgatlak. Jelentették, hogy egy kék terepjárót láttak, és lövéseket hallottak a piramishágónál. 200 mérföldre vagyok a piramishágótól. És mikor érsz vissza? Néhány óra. Éppen a préri farkast keresem. Mike! A francba. Baj van, Mike. Loni! Tessék! Menj fel oda, hogy körülnéz! Tudod mit? Loni inkább maradjon itt. Stokes, menj fel te! Hogy a francba menjek fel, haver? Igyekezz, nagyseggű! Tartsd a szárad, te gede! Ha egy hotdog volna odafönt, rohannál, mi? Hány óra? Anyád volna fent rohannék. Nagyjából 5 perc van, megfordulok a kocsival. Loni, beszélnem kell veled. Ne menj sehova, Mike! Rohadt meleg van. Stokes. Semmi öreg, semmi, ne is törődj vele! Akkor menj és nézz körül! Jó van, öreg. Hé, ilyen még soha nem láttam. Hol vannak a mexikóiak? Ó! Oh. A francba, mi ez az egész? Francban mindenkinél fegyver van. Drogas! Vengan! Tranquillo! Hányan vannak? A földbe jöttek el? Vegyétek le! Hadd lássam az árut. Igyekezzetek! Gyerünk! Rapido! Pakoljunk be, aztán tűnés. Ah. Ah.
Ez todo? Idekezzetek! Ez jó pénz lesz. Vengan, rapido! Hey, hey, hey! Rádió, hey, 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 rádió! Kámaszen! Ne fogjatok rá a fegyvert! Tegyétek le a fegyvert, ne fogjátok ránk! Tegyétek le! Bahala szármasz! Tranquilo! Kámaszen! Ez bueno! Tranquilo! Kinek kiabálsz? Atrasz! Egy szavatokat se értem. Beszélj angolul! Stokes! Loni, gyerünk! Cyber, dobd el! Cyber! Gyere már, hajtott a fenébe, hagyd békén, gyere! Nem! Stokes, kelj fel, öreg! Stokes, kelj már fel! Francba! Menj közelebb! Járat egy perc múlva itt lesz. Ne hagyjuk a fickót! Menj közelebb! Idővesztegetés. Igazán megszokadtad volna. Te minden nap erre jársz, öreg. Végeztünk, határőr. Én tudok vezetni, és Loni is tud. Hová mész? Bukott! Ott van a pasi elő! Ne! Tudom, ki a préri farkas, akit kerestél, az a huakők. Hazudott neked, mert ő az. Tegnap lesben álltunk. Megöltük. Tegnap áthozott egy újabb csoportot. Itt van egy mérfölddel feljebb. Nálam van a térképe. Minden ott van. Látod? Fogd a papírt és gyere. Talán a haverod volt. Tessék, Lima. Mi a fenét csinálsz? Mi újság, Warren? A franc egye, meg hol a csodában voltál? A kocsit a völgybe. Mondtam, hogy gyere ide. Megvan a préri farkas. Fent a vízmosásban. Golyó van benne.
Ott voltál? Meg kellett tennem, Warren. Utána nézek, este beszélünk. Ezt jól csináltad, veszett kutya. Ügyes volt. Lonnie, kérdezhetsz valamit Mike bácsitól? Már férfi vagy? Rád lőtt egy őr a teherkocsi rabláskor. Elvitte a cica a nyelvét. Cseréljünk kocsit, és már a végeztünk. Frank, felmegyek a kocsitához. Hazafelé ugor be Dixonhoz. Ilyen későn? Gáz van. Az lesz a legjobb, ha soha nem jön vissza. A sivatagban. Megyek a mosdóba. Sziasz, öreg! Jól vagy? Igen. Hol van Emily? Odafönt alszik. Oké. Mindenki elől van, úgyhogy menj ki hátul, és vidd magaddal Emilyt Reginához, érted? Rendben. Minden megvan. Rendben vagyunk? Igen. Van egy elintézetlen ügy, Kimó. El van sikálva. Gazdagok vagyunk. És veszett kutya szája nem jár el, igaz? Déli banda. Örventem, veszett kutya. Megölted az apámat. Hogy megvédjem az anyádat. Végezz vele, kölyök. Jól van. Elintéztem? Igen, menjünk. Szia, Angela. Szia, Frank. Minden rendben? Szia, Mike. Szia, Frank. Hogy vagy? Jól. Warren mondta, hogy ugorjak be. Azt hitte, baj van. Nincs baj. Warren aggódik. Kissé ideges, mióta Louis-t meglőtték. Érted? Persze. Jó éjszakát. Neked is. Jó ét. Vigyázz magadra. Mondtam, hogy menj el. Sosem hagynálak el. Jól van, menjünk. Bekötözlek. Rendben. Egy negyed hüvelyk a sebb körül, és egy negyed hüvelyk mélyen. Oh. Semmi baj, pont úgy, mintha varnál.
Tudod, hogy nem tudok varni. Tudom. Sajnálom. Miért akart Loni megölni? Azt hiszi, hogy megöltem az apját. Megölted? Nem az apja volt. Vissza fognak jönni. És azt nem engedhetem. Bármit csinálsz, te jó ember vagy. Tudom. Tényleg nem tudsz várni. Én megmondtam. Sajnálom. Mami, felébredtem. Emily. Keresel itt. Fel akartalak ébreszteni, megtaláltam a préri farkas, de nem volt a kocsitában. Mondd el, mi történik. Angela, hol van Mike? Hová mész ilyen korán? Hidegvérű a kölyök. Kinyírt a veszett kutyát. 35 fonttal kevesebb, Kimó. Mit akarsz csinálni? Akkor se rossz. Kölyök, mesélj, milyen volt belenyomni a golyót Mike bácsi fejébe. Nem tudom, Erek. És hol találtad el? Hát halljam. Mutasd meg, hogy hol küldted bele a golyót. Kölyök. Szép. Indulhatunk? Kúkra várunk? Mindig kúkra várunk. Kölyök, mi bajod van? Hé, nézd már körül! Te itt maradsz. Thank you.
te hazudtál nekem. Meg fog ölni engem. Kölyök, azt mondtad, hogy megölted őt? Bevégzem, amit a kölyök elkezdett. Lelövöm. A veszett kutyát is. Kelj fel, Mike! Igazad volt. A pokolnak gangster kell. Kimo! Kölyök! Tedd le a pisztolyt, úgyse tudsz lelőni. Tedd le azt a szart! Vidd már innen a francba! Ez a nigger kinyírja a kölyök egész családját. Én vagyok a családja. Hová mész, kölye? Mi? Bízd rám. Központ. Tessék, 59. Hová megyünk, Mike bácsi? Haza. Magyar szöveg Gazdag Petra. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi.